Az FC Barcelonát és Messi nevét a világon mindenki ismeri. Azt viszont csak kevesen tudják idehaza, hogy az 50-es évek Barcájának Messiét Kubala Lászlónak hívták. Miatta építették fel a 100 000-es stadiont, a Camp Nou-t. Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó, aki 1967-ben ezüst, rá egy évre pedig bronzcipős lett, sokat köszönhet Kubala Lászlónak. A Barcelona egykori kiváló labdarúgójának volt az ötlete, hogy Spanyolországban is edzősködjön. Dunai Antal néhány hónappal ezelőtt felvetette a szálloda tulajdonosának, hogy levetítsék a magyarok a Barcáért dokumentumfilmet. Többször találkozok az igazgatóval, és már korábban felelevenítettem, hogy van egy ilyen lehetőség, egy ilyen nagyszerű film, mert ugye nagyon sok helyen mutatuk be a filmet, többek között ugye nem olyan régen Barcelonában is, a Camp Nou-nak a dísztermében mutatuk be. 400-500 ember között, 120 magyar jött el erre, és ma is az országban elég sok helyre járunk, és mindenhol nagyon-nagyon, hogy mondjam, hát örültek, hogy láthatták a régi nagy focistáinkat, ugye, és azokat a körülmények, ahogy ezek felnőttek. Az 1956-os forradalom a magyar futball történetét is örökre megváltoztatta. Az aranycsapat legendás játékosai közül néhányan külföldre távoztak. Míg Puskás a Real Madridhoz, a bal szélső Cibor Zoltán és a jobb összekötő Kocsis Sándor a Barcelonához szerződött. Cibor, aki Spanyolországban csak őrült bohóc néven emlegettek, hamar a spanyol közönség kedvencévé vált, míg a visszafogott, elegáns Kocsist néhány hét után legendás fejesei tették Katalónia szerte híressé. A filmből kiderül az is, hogy a spanyol iskolákban egy kapusról szóló vers a kötelező tananyag része, Európa legnagyobb stadionja előtt pedig egy magyar labdarúgó 2 méter magas szobra fogadja a látogatókat. Ő Kubala László, aki a film megikletője volt. Az egyik külföldi filmfesztiválon találkoztam egy katalán barcelonai producerrel, aki miután megtudta, hogy magyar vagyok, fél óráig beszélt valakiről, úgyhogy szorongatta a kezemet, és időnként könnyek szöktek a szemébe. És igazán nem tudtam, hogy kiről beszélt, csak egy magyarról beszélt, aki Katalóniában hőssé vált, egy focistáról, és én, aki annyira nem értettem a focihoz még akkor, csak azt tudtam, hogy egy emberről tudok, aki spanyolban játszott, Spanyolországban, az a Puskás volt, és mondtam neki, hát persze a Puskásról beszélsz. És hihetetlen haragra gerjedt, és nem értette, hogy én nem tudom, hogy Kubala Lászlóról beszél fél órája. És én akkor a nevet hallottam először, soha előtte ezt a nevet nem hallottam. A rendezvényt Harsányi Levente, a népszerű televíziós személyiség vezette. Elmondta, hogy a 80-as évek közepétől nagy rajongója a Barcelonának. Ha teheti, minden egyes Barcelona-Real Madrid mérkőzést élőben tekint meg. Többször megnézte már a filmet, de mindig talál benne valami újat. Jó szívvel ajánlja, nem csak a Barcelona szurkolóknak. Azt hiszem, hogy ennek a filmnek nem az az üzenet, hogy Barcelona, bár nyilván magyarok a Barcáért, de leginkább az, hogy a magyarok és a magyar foci megjelenése a világban, akkor abban a korszakban szerintem a Real is legalább hasonló típusú és stílusú focit játszott, és eléggé kiegyenlített volt a mezőny, szerintem most is, ugye ez jellemezte épp a legutóbbi bajnokság végeredménye, de hogy ilyen magyarok, és még egy picit Puskás is benne lesz a filmben, nem árulok el titkot, de hogy megjelennek a nemzetközi focivilág porondján így, ilyen minőségben, az szerintem egyedülálló és igazából tényleg páratlan. Az élménybeszámolók után levetítették a közel másfél órás dokumentumfilmet. Drámai archív felvételek, sosem látott gólok. Megindító történeteket hallatunk a filmben, amiken könnyezni, de nevetni is lehetett. A játék neve Futball.